Utazási irodák, éttermek, szállodák és más szolgáltatók is előszeretettel hirdetik, hogy szép kártyát is elfogadnak fizetségként. Számos helyen azonban a fizetés pillanatában derül ki, hogy mégsem lehet ezzel a béren kívüli juttatással fizetni. Ez pedig kimeríti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat fogalmát, ezért a fogyasztó jogosan tehet bejelentést a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. Mindenképpen azt tudom ajánlani a fogyasztónak, hogy ha bármilyen visszaérést tapasztal, akkor mindenképpen jelentse. Legegyszerűbb, hogyha a helybeni fogyasztóvédelmi hatóságnak jelenti, ugyanis ők úgy is átteszik oda, ahova hatáskörrel, illetve illetékessége van, mert ha csak abban a megyében fog, folytat tevékenységet, például az utazási iroda, ahol a fogyasztó is lakik, akkor a helyi fogyasztóvédelmi hatóságnak van rá hatásköre, de ha háromnál több megyében vagy országosan folytat ilyen tevékenységet, akkor már a gazdasági versenyhivatal az, aki ebben a ügyben eljárhat. Ilyen esetekben a fogyasztókára nem téríti meg a hatóság, csak kivizsgálják az ügyet és megállapítják a jogsértést. A hivatalos eljárás ezen része után azonban a fogyasztó fordulhat a békeltető testülethez kártérítés ügyben. Hogyha meg Történt a jogsértésnek a megállapítása, akkor már a fogyasztó, mint egyedi ügyétvel hozzánk fordulhat, és ez alapján, a határozat alapján, illetve a jogsértés megállapító döntés alapján kérheti azt, hogy ami ténylegesen neki nem is kára, nem, hanem befizetett már összeget, és azt nem akarja visszaadni neki az utazási iroda, hogy azt megtérítse. Mert ha kára is keletkezett, itt ilyen biztatási kárról lehet szó, az már a polgári jog hatáskörébe tartozik, tehát azt már csak bíróságon tudja érvényesíteni, arra a békeltető testületnek nincs hatásköre. A szépkártyás rendszert 6 évvel ezelőtt vezették be. A kezdeti időszakban gyakoribbak voltak a terminállal kapcsolatos problémák. Ha ennyi idő elteltével valamelyik szolgáltató arra hivatkozik, hogy éppen nem működik a terminál, vagy hogy még folyamatban van a szerződéskötés a kártya szolgáltatóval, az már gyanús lehet. Ha a honlapon ezt nem tüntetik fel, vagy a helyszínen nem jelzik időben, érdemes jelezni az illetékes hatóság felé.